És most! Boldog új évet kíván a Mex Rádió! Politikamentesen, csak pozitív hírekkel! Most a Mex Rádió stábja köszönti a hallgatókat! Sziasztok! Boldog új évet! Én DJ Danceman vagyok. Hallgassatok bennünket itt, a Mex Rádióban! Sziasztok! Én DJ Stadi vagyok. Tudjátok, nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi mindent kívánjak nektek az új évre. És végül is rájöttem, hogy összesen csak két dolgot fogok kívánni. Az első, hogy legyetek nagyon egészségesek. A második pedig, hogy hallgassátok nagyon sokat a Mex Rádiót. Sot vagyok, és boldog új évet kívánok mindenkinek! Sziasztok, Frank Landrás vagyok. Boldog új évet, Mex Rádió hallgatók! Sziasztok, Szilágyi Janó vagyok. Minden kedves Mex Rádió hallgatónak nagyon boldog 2023-as évet kívánok. Boldog új évet! Szia, én Marci vagyok. Örömöd sok legyen, bánatod semmi. Segítsen a sors boldognak lenni, legyél mindig vidám, örülj minden szépnek, és kívánok mindenkinek boldog új évet! Sziasztok, én Bali vagyok. Boldog új évet kívánok minden Mex Rádió hallgatónak. Szerbusztok, DJ Oldboy vagyok. Minden kedves Mex Rádió hallgatónak boldog új évet kívánok. Sziasztok, Bebu vagyok. Minden kedves Mex Rádió hallgatónak boldog új évet kívánok. Sziasztok, Szakál Miki vagyok. Boldog új évet kívánok a Mex Rádió hallgatóinak. Kovács Tamás vagyok, a Mex Rádió egyik műsorvezetője. Boldog, békés új évet kívánok mindenkinek, és legyen olyan az évük, amilyennek szeretnék. Sziasztok! Én Sas Zsolt vagyok, a Mex Rádió hírolvasója. Minden kedves hallgatónak sikerekben és pozitív hírekben gazdag új évet kívánok! Sziasztok! Medgyesi Márk vagyok, a Mex Rádió műsorvezetője és hírszerkesztője. Mindenkinek sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok, és tartsatok 2023-ban is a Mex Rádióval, hiszen nagyon nagy terveink vannak a jövő évre, és az új évben is hozzuk továbbra is a kedvenc műsoraitokat és a kedvenc slágereiteket. Sziasztok, én Lantai Tamás, azaz Mex vagyok. A 2022-es évből emlékezzetek a jóra, csak a jóra, a többit engedjétek el. 2023-ban láthatjátok a Mex Rádiót buszokon, TV2-n és másik három TV csatornán, de ez még csak a január. Február 13-án megünnepeljük a rádiózás világnapját együtt veletek. Figyeljetek csak! Bizony szól a rádió, és nem is akárhogy. Az összefogás évében úgy döntöttünk, 2023. február 13-án, a rádiózás világnapján tényleg fogjunk össze a Mex Rádióban. Legyen ez a nap mindenkié, mert összetartozunk. Mi rádiósok és ti a hallgatók, ne csak beszéljünk róla. Legyen ez a nap olyan, amilyet még nem látott Magyarország. Néhány név a vendégeink közül. Vágó Piros a Retro Rádióból, Rákóczi Feri a Rádió 1-től, Garami Gábor a Sláger FM-ből, Harsányi Levente a Sport Rádióból. Jönnek a múlt nagy rádiósai. Búza Sándor, Boros Lajos Lali király, Jáksó László, Hajdú Steve, Németh Kristóf, Valkó Eszter. Az Artisius képviseletében Dreadbíró Zsolt. Jönnek a Rádió Kabaré és a Max Comedy sztárjai. Maksa Zoltán, Redenszky Marci, Orosz Gyuri. Érkezik a Mex Rádió stábja: Szakál Miki, DJ Danceman, Bali, Shot, Marci, Bebu, DJ Stadi, DJ Oldboy, Kovács Tamás, Medgyesi Márk, Franklin András, Szilágyi Janó, újságírónk Mészáros Ilona, azaz Lona, a hírolvasónk Sas Zsolt, a Mex Rádió hangja KD, a házigazda természetesen a Mex Rádió alapítója, Lantai Tamás, azaz Max, és ez még nem minden, hiszen 7. éve itt vagyunk veled. Szólaljanak meg mások is, hogy kikre gondoltunk: Tündér, Lilona, Sipos Timi, Viki, Sensual, Hover, Mask, Mr. M. Zozi, Csillagkölyök, Tazlaci, Lujó, Glória, Bernuska, Acélszív, Levi, DJ Street, Mr. Baggio, T. Józsi, Melinda, Szilveszter, DJ Gyulus, DJ Horváth, Áfonya, Viktória, Marci, Novák Jani, a többi legyen meglepetés. Készülj, február 13. A rádiózás világnapja a Mex Rádióban.
Legyen a 2023-as évetek pontosan olyan, amilyennek szeretnétek. Legyetek pozitívak, vidámak, és az se baj, ha néha előtör belőletek egykori önmagatok. Ilyenkor erre a kicsi időre maradjatok gyerekek. Boldog új évet! Kicsi vagyok, székre állok. Onnan egy nagyot kiáltok, hogy mindannyian meghalljátok. Boldog új évet kívánok! Boldog új évet kíván a Max Rádió. Politikamentesen, csak pozitív hírekkel.